Jó estét kívánok, ez a Művész Bejáró Békés megye kulturális magazinja. Mai adásunkban Szente Bélával, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatójával és Herceg Tamás országgyűlési képviselővel, az intézmény egykori igazgató helyettesével beszélgetek. Jövő héten rendezik meg Békés Csabán is a Magyar Kultúra Hetét, amely számos kulturális programmal várja majd az érdeklődőket, köztük a Csaba Gyöngye Kulturális Központ gála estjével, melynek apropója többek között az, hogy 50 éves az intézmény. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét, köszönjük szépen a meghívást. És akkor arra kérem Önöket, hogy egy kicsit elevenítsék fel az intézmény történetét a legelején, hiszen gyakorlatilag Békés Csabán ma, aki 30 év fölötti korba tartozik, ifiházként emlegetés, számos fontos emlék kötődik a Békés Csabaiaknak az intézményhez. Az intézményt azt 69-ben adták át, november hónapban, és mi arra gondoltunk, hogy nem akarunk két ünnepséget csinálni. Mindig Magyar Kultúra Napja alkalmából szoktuk megünnepelni az Agora átadását, és így egy kalap alá vettük a két ünnepséget. És hát 50 éve adták át az intézményt. Volt több jogelődje is, és jogutódja is lett természetesen. Ifjúság és úttörőház volt, aztán a rendszerváltás idején vált ifiházzá, Csabai ifiház, ez lett a neve, a használatos neve az volt, hogy Csabai ifiház, és utána lettünk 2010-től kulturális központ, és 2013-tól pedig Csaba Gyöngye kulturális központ. Azzal, hogy változott az intézmény, mennyire változott meg a szerkezete, hogyan bővült a tagintézmények sorával? Én 82-ben kerültem az intézményhez mezitlábas népművelőként, és akkor már B-kategóriás művelődési központ volt. Tehát korábban volt ennek egy úttörőház, ifjúsági házi besorolása, de már amikor én 82-ben oda kerültem, akkor már művelődési központ volt a besorolása, és később a Turinform iroda volt az első, illetve az emlékház a 90-es évek végén, azt hiszem 99-ben, amelyeket oda csatolták az intézményhez, és 2010-ben került oda a többi kis intézmény, a Lencsési Közösségi Ház, Jamina és Mezőmegyer, illetve a Meseház. Ugye Béla bácsi, Szente Béla az intézmény harmadik igazgatója, Bencsik Ilona, Ica néni és Ivanics Kati Katalin után, ugye ő a harmadik vezető, és az igazgató úr időszakára volt jellemző egyébként az a változás, ugye, ami az ifjúsági házból, a Hajdani Kulik Gyula ifjúsági és úttörő házból, aztán így az elmúlt években egy kulturális központ jellegű intézményé vált. Ugye közben volt egy ifjúsági ház és általános társaskör nevünk is, ugye, és ez mutatta egyébként azt az irányt, ami aztán a mai életét is meghatározza az intézménynek. Tehát, hogy nem az ifjúsági korosztályra koncentrál, nem kizárólag és nem elsősorban, hanem hogy minden korosztály számára kínál részben közösségeket, részben programokat, ugye eseményeket, és hát ez aztán nagyon sok mindennel jár, én azt hiszem, ugye. Az a közönség szám, amit az Agora fejlesztési projekt során megcéloztunk, az egy rendkívül magas szám, ugye, és bár ugye, én most már közel két éve nem dolgozom a házban, bár pont most beszéltük, hogy én máig tulajdonképpen alkalmazottja, hogy a fizetés nélküli szabadságon vagyok az ifi házban, a Csaba Gyöngyében pontosabban, szóval, hogy az a látogatói létszám, az csak azzal a nagyon színes profillal valósítható meg, amit a ház a mai napig folytat. De a történettel kapcsolatban nagyon izgalmas, hogy a 70-es években alakult egy ifjúsági klub a házban, a Tizek klubja, és az akkor egy nagyon népszerű hely volt, sokan jártak oda, és amikor én oda kerültem, akkor már nem annyira működött, 82-ben, de
nem olyan régen, amikor az Agora program kapcsán ugye megújult a ház, felkeresett engem néhány hölgy, és mondták, hogy szeretnének egy klubot alapítani, méghozzá a hajdani tizek klubját szeretnék újra alakítani, de most már nyugdíjas klubként. Tehát, hogy az 50 éves történet az tulajdonképpen a város történetén is azért végigmegy, hiszen azok, akik hajdanán ide gyerekként meg ifjúként jártak ebbe az épületben, azok most már nyugdíjban vannak. És akkor talán ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy hogyan fejlődött az intézményben működő közösségek és csoportok száma és azoknak összetétele az elmúlt 50 év során? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. A 70-es, 80-as években ugye voltak úttörő szakkörök, meg ifjúsági klubok és szakkörök a házba. Körülbelül egy olyan 50 darab volt, amikor oda kerültem, akkor úgy emlékszem, hogy olyan 50 ilyen közösség lehetett. Most is annyit dolgozik a központi épületbe, tehát kb. Ennyit bírnak el ezek az intézmények, csak persze egészen más megoldásba, de abban az időben a vezető közösségek közé tartozott egy fiatal utazó klubja, aztán akkor már az úttörő, később ifjúsági fúvószenekar, amelynek később azért egy elég komoly kifutása lett, és az akkori zenekar tagjai ma is fontos szereplői a város zenei életének. És hát nagyon-nagyon sokféle a képzőművészet terén, például Vágvéti János nevét mindenképpen megemlíthetjük, aki akkor egy gyerekszakkört vitt, és most BMZ az ő gyereknevelési módszereit kimondottan és deklaráltan az ő gyereknevelési módszereit használja a mostani gyermekképzőművész csoportunknál. Tehát azért ezek a dolgok némi folyamatosságot azért hordoznak magukban. És annyit hadd tegyek hozzá gyorsan, hogy én azért emlékszem arra, amikor az új intézmény megnyitotta a kapuit, hogy a 2 milliárdos fejlesztés után, az Agora program után megnyílt az új ifi ház, akkor mi azt mondtuk, hogy körülbelül 100 közösség várja az intézmény látogatóit. Hát ez, és most ugye igazgató mondja az 50-et, de gyorsan mondanám, hogy ez valóban 100, mert hogy ugye mi akkor arról beszéltünk, hogy az intézmény, amelyik egy kiterjedt a városi kulturális hálózatnak az egész komplexumát jelenti. 100 vagy akár 100-nál is több közösséget számolnak a Lencsési Közösségi Ház, az Orosházi Úti Közösségi Ház, Mezőmegyer, ugye a Munkácsi Emlékházban is sok közösség végzi a munkáját. Ez tehát azt jelenti, hogy nagyon sokféle igény van arra, hogy közösségek működjenek. Mi akkor, amikor az Agora megnyílt, akkor egy kicsit féltünk. Én magam is féltem attól, hogy nem tud annyira otthonos lenni, nem tud olyan jó helye lenni a közösségeknek, mint amilyen a régi ifi ház volt. Aztán az bizonyosodott be, hogy lelke van az új épületnek is, lelke van az intézménynek, lelke van az ott dolgozóknak is, ugye? És szeretik a Békés Csabaiak, meg a Békés Csaba környékiek is. Nem csak a Békés Csaba környékiek, hanem sokkal messzebbről is vannak nagyon sokan, akiknek nagyon erős kötődésük van a házhoz. Rockzenekarok tagjai mesélnek régi ifjázas emlékeikről, és hogyha már rockzenekar jut eszembe, hogy én 91-ben mentem az ifjházba, Szente Béla igazgató úr kérésére kerültem én oda, és tudom, hogy amikor én oda mentem, akkor azon a napon egy fergeteges hajnalig tartó Kóda koncert volt éppen a házban, úgyhogy se szeri, se szám azoknak a nagy koncerteknek, zenekari produkcióknak, amikre emlékezik akár a megye lakossága is. Országgyűlési képviselő úr elmondta, hogy mi volt az első nap, milyen koncert, mi az, ami emlékezetes volt igazgató úrnak, milyen emlékeket ébreszt az, amikor az első napjára gondol? Én 82-től 88-ig dolgoztam először ott, utána volt 2 év kihagyás, és utána kerültem vissza
az intézménybe. Ha jól emlékszem, akkor az első napra nem emlékszem, de két fontos közösséget kaptam, az egyik az a fúvószenekar volt, és az ő próbájukra kellett bemennem, és én nem nagyon szerettem még akkor a fúvós muzsikát. És hát az egy nehéz másfél óra volt, mert valahogy én úgy képzeltem el már akkor is, és azóta is azt, hogyha az ember egy közösséggel foglalkozik, akkor ott kell lenni velük. És én hosszú éveken keresztül én ott ültem a próbákon, és hallgattam a zenét, még a hangolást is rettenetes volt. De aztán utána megszokja az ember, megszereti az ember, és én azt hiszem, hogy aztán később Tamással karöltve a magyar fúvószenéért azért igyekeztünk megtenni azt, amit lehetett. A másik ilyen csoport pont Vágréti János bácsinak a képzőművész csoportja, a Kisfestők, most is így hívjuk ezt a csoportot, hogy Kisfestők BMZ vezetésével, és arra emlékszem, hogy a szekrény tele volt festékkel, ilyen kis temperás üveges festékekkel, és a fele be volt száradva, és nekem ez nem tetszett, hogy be vannak száradva a festékek. Hát kb. Ez... Így, bocs, az első élményekről, bocsánat mondom. Ennyi. És hogy én ugye, természetesen nem dolgozóként vannak nekem az első élményeim, hanem hogy látogatóként, én Pusztaföldvárja vagyok, az 30 kilométerre van Békéscsabától ez a kis település, és máig emlékszem, hogy amikor először voltam a házban, az egy sakk verseny volt, én harmadikos koromtól nyolcadikos koromig minden évben itt ilyen felmenő rendszerű megyei sakkversenyen vettem részt, és úgy emlékszem, hogy mindig évről évre, amikor jöttem ide, amikor már így a Csabaszabad és Békéscsaba közötti nagy kanyarba értünk, úgy ez a csabai nagy kanyar, így neveztük, akkor már éreztem a gyomromban azt a drukkot, azt az izgalmat, azt az izgatottságot, ami abból fakadt, hogy hamarosan leülök és sakkozok. A megye legjobb sakkozói van, meg valami, nem emlékszem már pontosan, de a szakmai fiúmestere vetélkedő sorozat volt, és hogy tudom, hogy ott álltunk a színpadon, Békovács tanár bácsi készített föl minket Földváron majd erre a vetélkedőre is. A karácsonyfa izzók soros kapcsolásáról, meg a, nem tudom, a televíziók vadban mért fogyasztásáról, meg mi mindenről beszéltem én, mint esetleg egy lehetséges villanyszerelő palánta, hát aztán nem az lett belőlem. Igazgatónak valami hasonló, nem munka kapcsán szerzett élmény? Hát nem nagyon jártam én, mielőtt ide kerültem dolgozni, nem nagyon jártam túl sokat a házba. Én a Balassiba kezdtem dolgozni 77-ben, és egy bőfél évet dolgoztam itt, aztán Orosházára kerültem, de arra emlékszem, hogy abban az időszakban, amikor itt dolgoztam Békéscsabán, akkor talán egy V-motorok koncert beláttam bele, nem néztem én azt végig, arra emlékszem, csak mondom, de tele van ez a terem, ennyi volt az összes, amire ebből emlékszem, de hát aztán a munkám oda kötött, és azóta is ott vagyok, most már közel 30 éve igazgatóként. Az első meghatározó élmények után esetleg vannak-e olyan pillanatok, amelyek ugye az elmúlt néhány évtized alatt tényleg annyira meghatározóak voltak és az intézményhez kötődők, hogy... Szerintem rengeteg ilyen lehet, csak azért most nekem gyorsan egy eszembe jutott, nem baj, hogyha mondom először én. Hát az jut eszembe, hogy szerintem az, amit mi a dohányzással kapcsolatban csináltunk az IFJAS-ban, az egy mintaértékű vagy példaértékű projekt volt, és ahogy aztán az megvalósult, ugye. Először azt találtuk ki, te régebben dohányoztál, ugye? Igen. Így van, én egész életemben nagyon kevés cigit szívtam, soha nem voltam erős dohányos, de hogy arra gondoltunk, hogy az nem jó, hogy mindenütt az épületben, az intézményben mindenütt cigiznek az emberek. És kitaláltuk, ugye, hogy a 36-os és a 37-es teremben, ez a két oktató terem volt ugye Hajdanán, hogy ott ne lehessen dohányozni. És emlékszem arra az elemi erejű felháborodásra, hogy ez lehetetlen, ilyet nem lehet csinálni. Akkor aztán a harmadik emeletről tiltottuk ki a dohányzást. Aztán azt mondtuk, hogy 18 óra előtt sehol nem lehet cigizni. És a kaszinóba, ugye az első emeleti esti kaszinós koncerteken ott még lehetett dohányozni,
és aztán eljött az a pillanat, amikor már ott se. És ma meg ugye nem lehet, nem csak közintézményekben nem lehet, hanem gyakorlatilag semmilyen közösségi térben nem lehet Magyarországon rágyújtani. Tehát, hogy szerintem ennek az egész történetnek mi éllovasai voltunk. 1997. Tehát amikor szerintem az országban közművelődési intézmény senki nem merészelte ezt megcsinálni. Őrületnek gondolták ezt, hogy hát nem fognak járni ebbe az intézménybe látogatók. Hát ilyet nem szabad csinálni, mondták ezt is. Szépen bevált a dolog. Tegyes Félabás. Hát annyi mindent lehetne felsorolni, hogy nehéz keresgetni a dolgokat. Ahogy jöttünk be, akkor beszéltünk egy pár szót erről, hogy készítettünk egy filmet, amikor bezártuk a házat 11-be, akkor Tamással végigmentünk az egész épületen. És valami másfél órán keresztül sétálgattunk, és elmondtuk minden teremről mindent, amit tudtunk. Talán még ez a film valahol lehet meg is van. Erősen reméljük. Erősen reméljük, mert most már egy kultúrtörténeti érték lehet belőle. Nagyon meghatározó volt ez a ház szerintem a város lakosságának életében. Ezt én abból tudom leszűrni, hogy amikor az Agora program elindult, akkor rengeteg támadás ért bennünket. Hogy merészetet volt, hogy engem a piacon állítottak meg, és szinte kiabáltak velem, hogy nem fáj nekem az, hogy azt a nagy termet le fogják bontani. És én mondtam, hogy ha valakinek ez fájni fog, az talán én leszek, akinek a legjobban. És hát az élet bebizonyította azt, hogy a Mendemondákban valami lehetett, mert ugye 4 nap alatt bontották volna le az épületet egy ilyen harabdálásos technikával. És jött a gép, és beleharapott 3-at, és az egész épület ugye összedőlt a nagy terem. És ugye a legenda az arról szólt, hogy az egyik cölöp, ami tartotta, hogy az építés során az annak valami baja lett, és tettek rá egy vaspapucsot. És ez a vaspapucs, ez ott is volt ezen a tartó szerkezeten, és tulajdonképpen akkor egy munkaügyis ember azt is mondta, mert kijött, ott akkor összeszaladt mindenki, mikor így egy Saint-Exupéry mondat szeliden dőlt el, mint a fák, mondta. Tehát amikor eldőlt az épület, utána egy munkavédelmi úr mondta azt, hogy nagy szerencsénk volt, hogy ebbe nem ment bele mondjuk egy jármű vagy valami korábban, mert akkor ez ugyanúgy eldőlt volna. Tehát ezzel csak azt akarom aláhúzni, hogy ennek az Agora programnak már nagyon ideje volt, és az egy fantasztikus dolog szerintem, hogy évről évre a látogató számot nem hogy tartani tudjuk, de mindig növekedik, és az elmúlt évben meg az események számát is emelnünk kellett, és a kihasználtság nagyon jó, és ez azt is jelenti, hogy szerintem jó helyre épült az épület, és tényleg van valami fontos rezgés ott, ami miatt 50 éven keresztül a funkcióit meg tudja tartani. Hamarosan a Munkácsi negyed egyik centrális helye intézménye lesz egyébként, és ha már a bontást említetted, hát ugye azbeszből volt a teteje ennek a hullámos tetejű koncertteremnek a szigetelése, az ugye azbeszből volt, ami hát ugye hosszú távon káros lehet az egészségre, pláne azoknak, akik az életük egy jelentős részét ott élik ugye a dolgozóknak. Meg emlékszel rá, amit irodaépületnek, a 4 emeletes irodaépületnek neveztek, hogy a tartó szerkezete, hogy amikor jöttek oda statikusok is látták, hogy milyen pici tartja, milyen pici területen nyugszanak azok a gerendák, amik tartották az egész épületet. Tehát akkor mindenki azt mondta, hogy hál' Istennek el lett bontva ez az épület. És egyébként szép lett az új Agora. Tehát máig azt mondják, akik ellátogatnak, bocsáss meg Béla, hogy akik ellátogatnak Csabára, és először látják, hogy ez egy gyönyörű épület, és én is azt hiszem, hogy igen, azaz.
Persze vannak más legendák is, hogy a Godzilla ott lakik alatta. Igen, volt egy... Én nem voltam osztály. Jelen, Tamás ott volt, úgyhogy jobban el tudja mesélni. Hát igen, egy A-osztályú társastánc, országos társastánc verseny volt, és ott zajlott ez a régi nagy termünkben, és valahogy 1-2-3-4 ponton egyre jobban emelkedett föl a parketta. És hát szerintem egy ilyen 40 centi magasságra is emelkedett meg, aztán ugye ezek szakadtak be több ponton. De a legrémisztőbb élményem, ami az IFI házhoz köthető, az ez volt. Aztán végig sikerült vinni a napot, a versenyt, de hát tudom, hétfőn jöttek aztán már az emberek is bontották el a nagy teremnek a parkettázatát, mert valami olyan UFO jelenség következett be, ezért mondja Béla, hogy Godzilla fölemelte a fejét, tehát olyan jelenség következett be, amitől egész egyszerűen az illeszkedéseknél megmozdult, az egész is, hogyha itt volt erőhatás, akkor 2 méterrel amott emelkedett föl, ha itt, akkor másút, és a végére egy használhatatlan torz képződmény lett az egész. És az volt az izgalmas bele, hogy néhány hét múlva az első emeleten volt egy biliárterem, és ott is pedig ott nem is parketta volt, hanem ott rendes kerámia lap volt, és ott is elkezdett emelkedni a És ráadásul ez nem a földszinten volt, hogy alulról jönne valami gyökérzet, vagy a suda, hogy micsoda, az emeleten emelkedett meg tényleg. Állítólag valami nedvességgel kapcsolatos dolgot derítettek ki, de igazán nem derült ki. Tehát még mindig ez a Godzilla ügy, ez még mindig lehetséges. A közösségi terekkel kapcsolatosan ugye átalakult, ahogy említették, és akkor ezek szerint itt is volt az ideje, hogy gyakorlatilag fejleszték az épületet, de ezzel együtt hogyan tud a korral haladni ma Magyarországon a közművelődés? Hát ennek van két ága, az egyik az, hogy azért a házaknak egy jelentős része megújult az országban. És ezek a megújulások, ezek a infrastruktúrális megújulások nagyjából alátámasztják azt, amit máshol is, amit Tamás mondott, hogy nagyon sok látogatót húzott be. Tehát az, hogy 21. századivá válik egy szolgáltatás, az igenis, az érdekli az embereket, és nyitottak rá, és javul a szolgáltatás színvonala, ezt mindenki szívesen veszi. És itt is ez történt, ráadásul a békésvári közönség egy nagyszerű közönség, és ebből fakadóan ez egy itt nálunk Csabán egy nagyon jó találkozás, máshol is működik ez a dolog. Van egy másik oldala, viszont az, hogy sajnos a kultúra területén dolgozóknak a lehetőségei, bérlehetőségei nem olyan erősek, tehát van, amivel meg kell küzdeni a szakmán belül, nehéz az utánpótlás nevelés, mert akkor kevesebben mennek persze egy olyan pályára, ahol a jövő nem olyan megalapozott, viszont egy nagyon szép és nagyon izgalmas, érdekes pálya ez, tehát hogy folyamatosan kreatívnak kell lenni, mindig egy új dolgot kell kitalálni, mindig meg kell újulni, az azt jelenti, hogy nem is biztos, hogy 4-5 évente munkahelyet kell változtatni, mert akkor 4-5 évente az ember mindig kitalál egy újat, egy új irányt, és elég flexibilis a közművelődés, tehát lehet menni a korváltozásai után. És nem csak mondjuk, hanem valóban talán mérhetően is igaz az az állítás, hogy individualizálódott ugye a mai társadalom, és az internet és a sok olyan eszköz, ami alkalmas arra, hogy én valamilyen élményhez, ingerhez jussak akkor is, hogyha otthon vagyok, és az okostelefon, vagy a laptop, vagy a számítógépem előtt ülök. Ez nem azt jelenti, hogy le kell tenni a fegyvert azoknak, akik a közösségekért dolgoznak, vagy a nagy eseményekért, ahol szintén összegyűlhet 100-200-500 ember, hanem ez pont fordítva van. Tehát én úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert hogy olyan technikai színvonal van ma, meg olyan individualizálódás, aminek a tanúi vagyunk, ez pontosan azt jelenti, hogy óriási a felelőssége annak, azoknak, akik a közösségek érdekeiért dolgoznak. Tehát
sok lehetőség van, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell. De az, hogy a közönség, a látogatók szempontjából ez mit jelent, aktivitás szempontjából, a 90-es évek első felében olyan 70-80 ezer látogatója volt az IFI háznak. És most az elmúlt évben ugyanannak az épületnek, természetesen bővített épületnek, de 214 ezer. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért mond valamit, hiába mondjuk azt, hogy hú, elidegenedés van, és az emberek nem nagyon járnak már, meg inkább otthon ülnek. Ez azért komoly aktivitásról ad számot. Csak egy rövid kérdésre van most már lehetőségünk. Milyennek tervezik a következő 50 évet? Ez már nem a mi ügyünk. Így van. Ez már nem a mi ügyünk. Hát most az első feladat még van néhány év, 5 év az Agora program lezárásáig, mert az egy 12 éves intervallum. Az, hogy nőtt a közösségek száma, az, hogy nő az eseményekre látogatóknak a száma, ez egy nagyon nagyszerű dolog. Nehezen újul meg például, csak példaként mondom, a könnyűzenei szakma, rettenőtesen. Még mindig egy Zorán koncerten, meg egy Presser koncerten vannak a legtöbben, és nem nagyon jönnek fel olyan előadók, akik komolyabban megmozgatnák a közönséget. Ez egy érdekes kérdés, ezen sokat kell gondolkoznunk, dolgoznunk. És én azt hiszem, hogy a közösségek, ahogy Tamás is elmondta, közösségek irányába megy egészen biztos. Elunják az emberek, hogy folyton otthon vannak, és otthon üldögélnek, és szükségük van arra, hogy találkozzanak másokkal, és egy ilyen intézmény egy nagyszerű platform erre. Mindenesetre ugye most Béla azt mondta, hogy ezt majd az utódok, majd az utána vagy utánunk jövők mondják meg, vagy rajzolják meg ugye a következő 50 év arcát, arculatát, és hát én látom ezt a folyamatot most már, ugye én szűk 2 éve nem ott dolgozom, fizetés nélküli szabadságon vagyok, de mindig találkozom, sokat járok azért a Csaba Gyöngyébe, és ha nem is mindig, de nagyon gyakran találkozom új arcokkal, igazgató, tehát fiatalít, és hát ez a jövő, tehát valóban az új fiatal szakembereknek kell majd megmondaniuk, hogy milyen legyen 10-20-30 év múlva a Csaba Gyöngye. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!